Sziasztok, PC Guru nézők! Itt van mellettem Drag. Sziasztok! És kaptunk egy apró kis csomagot a THQ Nordic-tól. Konkrétan a THQ Nordic-tól. Egyébként megjegyzem, hogy én tökre örülök annak, hogy így van újra THQ. Abszolút. Én ugye az így hirtelen meghalt, főleg olyanok után, mint a Warhammer, a Space Marine-nek hasonlók. Darksiders, ilyenek, és nekem az egy picit szívfájdalom volt. Igen, és én nem csak azért örülök amúgy, mert a THQ név visszatért, hanem tök jó volt látni azt, hogy egy kis kiadó hogy tudta szép lassan kilőni magát igazából, és ez jól mutatja azt, hogy a megszokott nagyok, mint az EA, a Ubisoft, Activision és a többi mellett is igen van tér arra, hogy mások is kitűnjenek, és ha nem is ugyanazokban a magasságokban, de azért igen komoly reflektorfényt tartsanak maguknak, mint ahogy most lesz az E3-on is majd. Igen, most ugye alapból bejelentették, hogy naponta be fognak jelenteni egy játékot. Bejelentik a bejelentést, 3 játék 3 nap. Kíváncsi leszek, mert elég sok franchise került hozzá. Ők egyébként persze természetesen én sem magának a brandnek örülök, mert most az, hogy a nevet tovább viszük, az egy dolog, de hogy a Nordic lényegében kifejlődött azzal, ami most, és hogy tényleg nagyon sok jó franchise van náluk, amiből remélhetőleg azért jó játékokat. Igen, tehát egyre inkább látszik az is, hogy nem csak a mennyiség, hanem a minőség terén is abszolút van előrelépés náluk. És ennek az egyik részvevője tulajdonképpen ennek a megmozdulásnak, illetve újraéledésnek a Spellforce 3. Maga az alapjáték az ugye már 2017 végén, decemberben megjelent. Chris Hirsch írt is róla annó a magazinban, ilyen 80% környékén értékelte. Ugye a Spellforce már egy 2003 óta létező franchise, olyan sok részt nem ért meg, inkább kiegészítők, tehát az ugye a 3-as számozásból látszódik. És hát alapvetően egy ilyen klasszikus RPG és RTS keverék, ami eleve számomra mondjuk olyan szempontból kedves, hogy én mindig is bírtam az ilyen az olyan játékokat, hogy nem kifejezetten RTS, de van benne RTS is. Nem tudom, emlékszel például az ActRaiser-re. Uh-huh. Az is egy tök jó pofa dolog volt, hogy egy ilyen Castlevania jellegű platformer akció, de benne voltak ilyen kis stratégiai részek. Tehát, hogy ezek nagyon jó ilyen kis mixek, legalábbis, hogyha jól működik, és hát ebben az esetben jól működik, annyira, hogy a második rész az volt is például a teljes játékunk. És a 3 az tényleg kifejezetten jó visszatérés volt, aminek ez az első komolyabb kiegészítője, egy ilyen nagyobb standalone. Ez a Soul Harvest, aminek apropójából tulajdonképpen az eredeti Collector's Edition kibővített változatát most újra kiadta a THQ Nordic, és ebből kaptunk 2 példány, tehát egyet most kibontunk, egyet pedig majd kisorsolunk köztetek, illetve hát azok között, akik majd a megfejtést beírják, illetve el tudnak jönni a Budafoki úton lévő szerkesztőségbe, mert hogy azért ez egy értékes dolog, annyira nem szeretnénk küldözgetni, nehogy esetleg baja essen, ezért aki megnyeri, annak be kéne jönnie majd a szerkesztőségbe, mondom a Budafoki úton vagyunk, tehát egyébként nem egy megközelíthetetlen hely. Ennyit szerintem érdemes megtenni ezért a csomagért. Mindjárt megmutatjuk, hogy mi van pontosan benne. Maga kiegészítem, hogy most jelent meg nem régiben. Egy teljesen új kampány van benne, úgyhogy kitolta a játékidőt is alaposan, meg természetesen vannak benne különféle tartalmi, meg feature-beli újdonságok. Van benne 2 játszható faj, így emlékszem. Úgyhogy aki már ismeri az alapjátékot, annak nyilván érdemes mindenképpen beleugrania, de aki mondjuk ennek apropóján kezdene el vele játszani, annak tudjuk mondani azt, hogy azért bőven van mivel tölteni az időt a Spellforce 3-ban. És egy május 28-án jelent meg, a következő számunkban lesz, és nem az, ami most fog megjelenni, hanem az utána lévő számunkban lesz, és majd róla cikk. Ez ugye a külső borítás, és hát egy ilyen nagyon szép igényes doboz. Igen. Egyébként már egy kívülről is, tehát nem az a szokványos egyszínű, és akkor bele van minden pakolva, hanem egy ilyen szépen kidolgozott. Még maga a logó is ki van emelve. Igen, kicsit mint egy ilyen társas játéknak lenne a doboza. Egyébként a benyomás abszolút. Kell. Ezt majd később. Ami újdonság, igen, és hogyha én jól láttam, az eredeti Collector's Editionben nem volt benne, ez egy ilyen karkötő. Igen. Próbáld fel. Ugye fém. Hát a Steam kódot azt nem
mutogatjuk. Itt van egy Steam kód benne. Nem az én rendkívül vastag kézméretemre van méretezve, de amúgy teljesen rendben van igazából. Maga, a harcosoknak készül. Igen. Maga ez a bőr is szerintem abszolút jó benyomás kelt rajta, úgyhogy én ezt még el tudom képzelni, hogy valaki, aki megnyeri majd, ezt hordja, mert... Egyébként simán. Nem egy ilyen kétfiléres dolognak a benyomását kelt, úgyhogy... Ha mondjuk egy Ebona Mart jön koncertezni Magyarországra, akkor tökéletes. Közben a vikingekről énekelnek. Van hozzá egy szép artbook, elég terjedelmes, szép vastag. Kettő kis doboz. Az egyik az a soundtrack lesz, illetve hozzá papír. Tehát itt van a lemez, illetve a soundtrack lista, és van még egy nyaklánc is, egy medállal. Ez is ilyen dombornyomott egyébként. Tehát erről figyeltek a részletekre. Igen, hát a doboz, a fő doboz is, illetve ezek a kisebb dobozok is mind dombornyomottak. Tehát a logó maga. És akkor ez a medál. Ez is egy súlyos. Tehát van súlya. Aha, igen. És akkor másik ugyanolyan doboz. Ez pedig két DVD-n a játék, illetve a füzet hozzá. Úgyhogy két azonos dobozban van lényegében a játéknak a zenéje, illetve maga a játék két lemezen. És akkor a figura, ami ugye ugyanúgy benne volt az eredeti Collector's Editionben is. Ő egyébként a Wolfguard vezér, a korona őrzője lényegében. Majd ehhez kapcsolódik a kérdésünk is. Érdemes megnézni az eredeti játéknak a trailerét. Már csak azért is, mert hogy narrátorként egyébként Geráltot is hallhatjuk. Amit általában szeretünk. Külön van a figurának a talpa, illetve ez a kis kard hozzá. Nem is olyan kis kard egyébként. Hát viszont bankba nem tudok bevenni, pénzt felvenni. Annyira nem előteljes. Na, ezt majd nehéve tesszük. De igen, tehát, hogy ő itt a figura, ő itt a kardja, és be lehet tenni így a kezébe. És akkor megtámasztja. Na, ezt majd kiállítjuk, és akkor úgy lesz filmezve, fotózva. De hogy igen, tehát ez egy eléggé masszív Collector's Edition. Főleg akkor, hogyha valaki szereti magát a sorozatot, illetve ezt a harmadik epizódot, és plusz megkapja hozzá a kiegészítőt. És ugye ez egy bontatlan verzió, amit meg lehet nyerni. Mindössze annyit kérünk, hogy írjátok le, hogy az epizódok, tehát a három fő epizód mikor jelent meg, csak az évszámra vagyunk kíváncsiak, illetve mi a Wolfguard vezetőnek a neve. Amennyiben ezeket leírtátok, a Facebookon a videónk alá, a sorsolás után majd akkor értesítjük a nyertest, és akkor a szerkesztőségben lehet átvenni. Az aktuális magazin még kapható, a következő szám az jövő héten 11-én fog megjelenni. Köszönjük, hogy néztetek minket, sziasztok! Sziasztok!